Így nézett ki idén nyáron a Duna holtágabb Bogyisztónál. Az aszályos időjárás miatt szinte kiszáradt a terület. A holtágak megmentésére elkészült tervet most megmutatták Móring József Attilának, a Dél-Dunántúli régió fejlődésért felelős kormánybiztosnak, aki azért jött el a térségbe, hogy megsegítse a területek rehabilitációs folyamatát. A térség talán legnagyobb értékének és vonzerejének különös jelentőséget ad az, hogy egy rendkívül aszályos év végén járunk, és az itt a közelben lévő dunai holtágak vízvesztése is ráirányítja a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodásra az elkövetkezendő időben lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítanunk, mint ahogy azt eddig tettük. Azért, hogy megőrizzük ezeket az élőhelyeket, azért, hogy a mezőgazdasági termelést hatékonyabbá tudjuk tenni az öntözéssel, és nem utolsó sorban azért, hogy sportolási, illetve kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk az itt élőknek és az ideutazóknak. Teljesen nyilvánvaló volt az első pillanatban, hogy a polgármesterek olyan szinten vannak szakmailag képben, hogy egészen konkrét megoldási javaslatok is hangzottak el. Nyilván ez nem egy olcsó és nem egy-két nap alatt megoldható feladat, viszont pontosan ez az év mutatta meg, hogy túlságosan sokáig nem lehet ezzel várni, és stratégiai döntést kell hozni. Ugye régi igazság, és régóta tudjuk, hogy Magyarországon két baj van a vízzel, vagy nagyon sok, vagy nagyon kevés. És irdatlan mennyiség, az az alaphelyzet, hogy irdatlan mennyiségű víz folyik át rajtunk, és igazából nem rendelkezünk azzal a képességgel. Elméleti tudással igen, de gyakorlatilag nem rendelkezünk azzal a képességgel, hogy ezeket a vizeket különböző módon fölfogjuk, aminek tökéletes szintere lehet ez a holtágrendszer. És nem véletlen használom azt a kifejezést, hogy rendszer, hiszen hogyha ezeket összekötjük, és ezek élő kapcsolatot tudnak kialakítani, akkor egymáson is tudnak segíteni, hogyha valami gond van. Mind a három települést, illetve négyet, kicsit a Fácánkert is magának érzi a holtágokat. A holtágok élővé tétele, tehát a vízpótlás biztonságossága és a kotrás érdekel. Elsősorban úgy, mint öntözési lehetőség, és másodszorban, ugye ez a kihívás a klímaváltozás miatt, és másodszorban az ebből hát fakadó lehetőségek, ami a sport, tehát a vízisport, a rekreáció és a más sokoldalú hasznosítási lehetőségek vannak. Ugye kajakkenu szakosztály is működik a Tolnai Holtágon, hogy ezek biztosan működhessenek. És ennek a fejlesztési elképzeléseit mutattuk itt most be, azokat a terveket, amik eddig elkészültek. Tehát ebből a minden települést érintően hát egy középtávú fejlesztési cél rajzolódik ki, amilyen 5 és 8 év alatt között megvalósítható. A mi holtágunk a leginkább kitett olyan szempontból, hogy ugyan pusztán csak 3 kilométerre van a Dunától, de olyan vízpótlási lehetőség van egyelőre, amely csak akkor tud működni, hogyha a Dunán egy megfelelő magasságú és megfelelő tartósságú árhullám vonul le, ekkor bírunk a Bogyisztói főcsatornán keresztül vizet pótolni a mi holtágunkba, amely aztán öntözési lehetőséget, horgászási lehetőséget és mindent természetvédelmi vagy környezetvédelmi szempontból is fontos dolgokat magában hordoz. És azt szeretnénk elérni, hogy ezt kényszerrel megoldjuk, tehát szivattyúval. A szivattyúkhoz napelemek épülnének, ezek vannak az elképzelésekben. Mind a Tolnai, mind a Faddi és mind a Bogyisztói holtág így lenne vízpótolva, magyar talán mondom, hogy a Dunán
szivattyú telepek létesülnének, míg természetesen villamosenergiával működnek, és az pedig naperőmű látna el energiával. Csodálatos, olyan festői helyeket láttam, amit halálos vétek lenne veszni, hagyni, ha csak és kizárólag a turisztikai hasznosítást nézni. De ezen túl ugye kiemelkedő a kajakkenupája, ami sportot, élsportot szolgál, és hogyha kellő mennyiségű vizet tudunk tárolni huzamosabb ideig, akkor az a fajta öntözéses gazdálkodás, ami a 80-as években, kimondani is szörnyű, hogy milyen rég volt, de virágkorát élte, akkor az visszajöhet, és akkor, amikor azt szem előtt tartjuk, hogy három dolog fogja meghatározni az életünket az elkövetkezendő időben, az energia, a víz és az élelmiszer. Ha itt víz és élelmiszer lesz, akkor nagyon könnyű... Az energia meg az erőművet bővítjük, úgyhogy... Igen, és az meg készül. Tehát, hogy az életünk két olyan fontos területét tudjuk előre vinni, ami miatt nagyon sokan irigyelni fognak minket. Bár a faddi holtágat viselte meg legkevésbé az asszály, itt is azonnali beavatkozásra lenne szükség, hogy ne legyen nagyobb baj. Települések jövője szempontjából is létfontosságú, hiszen hogyha a faddi tolna és a bogyiszlói holtág rehabilitációnak ügyét végig tudjuk vinni, és sikeres lesz a vége, tehát az lesz a vége, hogy megkapjuk azt a támogatást és azt a pénzmennyiséget is, ami ehhez szükséges a politikai vezetőktől, akkor én azt gondolom, hogy teljesen új alapokra helyezzük a három település jövőképét. Mert ha ez nem valósul meg, akkor sajnos a holtágaink lassú leépülése az folyamatos lesz, és sajnos nem tudunk akkor vonzani olyan működőtőkét és olyan turisztikai látványosságot, amit egyébként, hogyha meg lesz a rehabilitáció, akkor tudunk. Úgyhogy én azt gondolom, ezért is létfontosságú. Másrészt meg napi szinten küzdünk a problémával nyilván. Úgynevezett direkt szivattyúzással lehetne ott vizet beemelni. Ennek a szivattyú telepnek a kiépítése, napelemes rendszer való megtáplálása, és a teljes faddi dombori holtágnak az iszap kotrása, iszapmentesítése, ennek a rehabilitációs projektnek ezt tartalmazza, illetve mintegy 4,5 km hosszon gyakorlatilag a part megerősítést is tartalmazza ez a nagy tanulmányterv, ami most az idén elkészült. Ezt tudni kell, hogy ez a három holtág rehabilitáció, ez a jelenlegi áron, 2022-es áron, ez bruttó 50 milliárd forintról beszélünk. Ezért azzal is tisztában vagyunk mind három polgármester. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú munka lesz, előkészítő munka, hosszú lobby tevékenység, és nagyon kell hozzá Horváth István országgyűlési képviselő támogatása. Nagyon kell például a Móring úr támogatása, aki most a Dél-Dunántúli térségnek a kormánybiztosa lett, és majd természetesen nagyon kell a kormány támogatása is, hiszen központi támogatás, illetve Európai Uniós lehetőségek nélkül ez biztos, hogy nem fog menni. Idén nyáron már gyűjtés szerveztek a faddi Dunaholták megmentésére az emberek. A gyerkőröntött számlán az a pénz az rendelkezésre áll jelenleg is, azért, hogy ezt a direkt beszivattyúzást, ezt, hogyha szükséges, majd meg tudjuk oldani, hiszen az idén nyáron viszonylag alacsony vízállással ment végig az egész nyarunk, és hogyha ha szükséges, akkor jövő nyáron ezt a pénzmennyiséget fel tudjuk arra használni, hogy a nyarunkat, hogy mondom, normális vízállás mentén tudjuk végigvinni. Ez természetesen attól függ, hogy jövőre mennyire lesz aszályos a nyár, vagy az egész év, mennyire nem, ezt majd meglátjuk. Úgyhogy ezek a lehetőségek hogy rendelkezésre állnak. Ezen kívül a holták korábban Paksról kapott betáplálást, ezt is szeretnék visszaállítani. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón azt mondta, nemrég szakmai utat tettek a Kőrös vidéken, ahol a víz hasznosítását tanulmányozták. A Kőrösöknél, itt a vízlépcső leépítve,
egy kis, mint ez a terem, körülbelül ekkora vízi erőművet létesítettek, és gyakorlatilag az egy ekkora, mint ez a szobányi vízi erőmű, Szarvasvárosának a 70%-os áramellátását tudja biztosítani. És gyakorlatilag ott van kvázi ingyen, tehát újra kell gondolni, én azt gondolom, hogy a természethez, illetve a zöld energiához való viszonyunkat. Én ebben optimista vagyok, hogy ehhez lehet kormányzati támogatást is kapni, mert sok mindenben azért összecseng a körösvidéki vízrendezés, meg itt a dunamenti vízrendezés, és én a magam részéről azt fogom képviselni következő időszakban, hogy javaslom a kormánynak, hogy vizsgálja meg a Dunán egy vízlépcső építésének a lehetőségét, mert nyilván amikor 40 évvel ezelőtt ugye a Vős Nagymarossal kapcsolatosan, vagy 35 évvel ezelőtt a Vős Nagymarossal kapcsolatosan az akkori természeti klimatikus adottságoknak figyelembe érthető volt a vízlépcsővel kapcsolatos fenntartás, azóta eltelt közel 40 év, teljesen megváltoztak a klimatikus viszonyok, és adott esetben azt gondolom, hogy időszerű a Dunai vízlépcsőnek az újragondolása. De nyilván ez a vízlépcső újragondolása, ez egy hosszú távú történet, belefér egy ilyen stratégiába, meg kell is erről beszélni, nyilván ezt majd szakmailag még meg kell vitatni, de nekünk itt a Tolnai járásban egy gyorsabb megoldást is kell keresni. Itt is van két lába a dolognak, ugye egyszer beszélünk a vízutánpótlásról, az egy dolog, a másik a mederrendezésről, mert hiába hozunk bele vizet, olyan magas a meder, hogy nem tudja megtartani a vizet, és ez mondjuk főleg a Tolnai Holtágra jellemző a magas feliszapolódás. Tehát jelen pillanatban, hogy készítettünk elő egy szakmai anyagot, ehhez a pénzügyi forrás megkeresése az folyamatban van, tehát hogyan tudnánk a medret rendezni. A képviselő hozzátette, a vízutánpótlással kapcsolatban is kettő megoldás lehetséges. Elő van készítve ugye a régi szivattyúháznak a beindítása, ott igazából az üzemeltetési költségek, amik adott esetben kérdéses, hogy ezt ki fogja vállalni, meg ki fogja üzemeltetni. A másik az, hogy gravitációs úton ezt hogy lehet megoldani, itt az erőmű kérdése merül föl. Ugye beszélünk Paks 1-ről, Paks 2-ről, Paks 2-t is inkább középtávonnak látom, de az, hogy a Paks 1-nek a 30 éves meghosszabbítása az ilyen pillanatban az már folyik, így azt gondolom, hogy előbb tudunk Paks 1-ből vizet csiholni, mint Paks 2-ből, és alapvetően az lehet a megoldás a vízutánpótlásra, hogy még korábban csak az ilyen kondenzációs vizek érkeztek a faddi holtágba. Most viszont én azt gondolom, hogy a hűtővíznek az ideirányítása az lehet egy olyan stabil megoldás, ami gravitációs úton tudja a vizet eljutatni. Így van, erőműnek a hűtővíze, mert egy erőműnek nem a hűtővíze jön ide, hanem úgymond ilyen technológiai vize jön csak ide, mi a hűtővízre próbálunk, és ebbe elkezdünk ebben lépni. Ilyen pillanatban forrásokat könnyebben találunk akkor, ha a mezőgazdasági, illetve víztározó hasznosítást tűzünk a zászlónknak a tetejére. Tehát ebben is maradtunk a kormánybiztos úrra, hogy ezt a víztározót, ez az ő javaslata is volt, hogy a víztározó és mezőgazdasági hasznosítással kapcsolatosan elsődlegesen, és ami számunkra fontos hasznosítás, de gyakorlatilag a forrás szempontjából viszont másodlagos, ez a turisztikai meg a sport. De összességében ezen hármasnak az együttes megléte szükséges ahhoz, és úgy néz ki, hogy ebben a víztározó és a mezőgazdaság hasznosítás az, ami célszerű lenne, és ezért rövid távon a Paks 1-gyel kezdünk el egy kezdeményezést, hogy rövid távon hogy tudunk vízutánpótlást tenni. Tehát nincs egy jó megoldás, hanem több megoldást kell párhuzamosan futtatni, és ebből lehet rövid távon, középtávú és hosszú távon megoldás. Az egyeztetés során a Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos ígéretet tett a polgármestereknek, hogy a nyáron elkészült rehabilitációs tervezetet a kormány elé viszi majd.